díjazta a szerkesztőséget az önkéntességért és az ifjúsági innovációért. A gyermek színjátszás az egyik legkreatívabb tevékenység, ami a gyermek személyiségét komplexen fejleszti, közösséget teremt, és a tevékenység során megtapasztalhatja a közös alkotó munka örömét. A Tomori Pál Általános Iskolában rendkívüli módon hisznek ebben olyannyira, hogy megalapították a Tündöklök színjátszó kört, aminek most egy bemutatója következik. Addig ütöd a vasat, míg forró nem lesz az élet. Húsba vág, csak Isten tudja, miken mentél keresztül. Érted, szorul a hurok, a zene összeköt minket, nem vagy egyedül. Nem vagy egyedül. Türelmetlen, elveszett, menthetetlen, menekült az éveken át, ideje győzni már. Ki végleg védhetetlen, csüggett, élhetetlen, menekült az éveken át, ideje győzni már. Türelmes, türelmetlen, elveszett, menthetetlen, menekült az éveken át, ideje győzni már. Ki végleg védhetetlen, csüggett, élhetetlen, menekült az éveken át, ideje győzni már. Tündöklök, és nem tündöklők, hanem egyes szám első személyben tündöklök. Itt van velem. De mindig, drágám. Én köszönöm. Istenes Attila szakkörvezető. Nyilván kitalálják egyébként, hogy ki Istenes Attila, szervusz. És akkor a jobbján Anna, a balján pedig Luca. Eltaláltam. És persze itt vannak még a lányok, csak két mikrofont Annának és Lucának osztottuk. Az az én első kérdésem, hogy ez a klasszikus dráma pedagógián vagy drámajátékon miben mutat túl? Miben más, miben több? A mi színjátszókörünk, vagy ez az előadás? Is. Hát maga a színjátszókörünk az egy hagyományos színjátszókör. A célja az, hogy felszabadítsuk a gátlásokat, akár bennem is most, mert kicsit izgulok jobban, mint ők. És a tehetséggondozás. Ilyen szempontból a dráma eszközét használjuk, tehát drámajátékokon keresztül
vesszük az akadályokat. Mit jelent az, hogy drámajáték? Drámajáték? Hát olyan szituációba hozzuk a gyerekeket, amiben eljátszhatnak olyan szerepeket, kipróbálhatják magukat, amiben a mindennapi életben talán nem. Tehát ennél szakmaiabban nem tudom megfogalmazni. Nem is kell. Amit most láthattunk, ez a türelmes, türelmetlenből volt egy rész, hogy a lányokhoz fordulok, hogy ez egyébként, tehát mit takar a cím? Anna. Hát ezt a zenét Attila bácsi koncert, vagy a zenekarja énekli, meg hát játsza, és a produkció is a szöveghez kapcsolódik. Aha. Azért nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert ugye ti azt kértétek, hogy egy kicsit rövidítsük le azt a produkciót, amiben mi készültünk egy gálára, és ez egy hosszabb kis előadás volt, és ebből kicsíptünk egy részt, nem ez volt a címe annak, de most úgy gondoltuk, hogy így hozzuk nektek. Mióta üzemel egyébként a színjátszókör? Hát helyek közel 20 éve foglalkozom így gyermekekkel színjátszás terén, kisebb-nagyobb szünettel. Hát így együtt talán ebbe az évbe kerültünk így össze, mert minden évben vannak, akik elballagnak az iskolából, elmennek más iskolába, és minden évben újjá szerveződik ez a dolog. Mi szeptember óta vagyunk így, nem pontosabban október óta vagyunk így együtt, és heti egy alkalommal foglalkozunk a színjátszással. Közben látjuk, amikor egy évvel az ötét voltatok, és bemutattatok nekünk egy részletet. Te mióta vagy tagja ennek a színjátszókörnek? Hát én már itt voltam a tavalyi fellépésen is. Igazából azóta, tehát már a tavalyi fellépésen együtt készültünk. És hány éves vagy? Én 11. 11. Akkor még gyakorlatilag, amíg elballagnak, tehát ez 14 éves. Hát addig tudjuk közösen csinálni. Együtt, és akkor utána eldől, hogy valaki valahol mondjuk bármit folytat-e, vagy... Így van. De van olyan tagunk, aki most idén nincs itt, és már színházi társulatban játszik. Tehát már ránk nincs ideje, viszont máshol szerepel. Tehát ez egy ilyen minden szeptemberben újra szerveződő. Vannak, akik tavaly is voltak, tavaly előtt is, és vannak teljesen új tagjaik. Csapányok vannak egyébként? Hát ebbe az évben így, tavaly is, és ebben az évben is így alakult. Mi bátrabbak a lányok, vagy jobban szeretik ezt a... Vagy exhibicionistábbak? Igen, igen. Okay. Néha várunk ilyen válaszom, amikor már csak 10 másodperc van a beszélgetés. Igen. Hát... Akár mind a kettőre tényleg lehet igennel válaszolni. Biztos annak az is fontos, hogy egy férfi pedagógus foglalkozik velük, és így jobban megtaláljuk a közös hangot valamiért. De ez véletlen. Volt, sokan egyébként azért is mennek színjátszókörbe, és most így a lányokat kérdezem, hogy mert először talán mondjuk szégyellősebbek, azért is elmennek, hogy megtanuljanak egy kicsit nyitottabban beszélni, bátrabban, hogy szerepelni, vagy van, aki azért megy, mert nagyon is bátor, és nagyon szereti ezt. Ez a második rész szólt az Annának. Igen, tehát rá, ő az, aki bátor, és nagyon-nagyon tehetséges, tehát ő az, akire azt gondolom, hogy, mert is vannak olyan ambíciói, hogy színész legyen, benne megvan, már most látszik az, hogy nem csak játékos formában egy ilyen kis színjátszókörbe, hanem hogy lehet, hogy ő korábban is fog ezzel sok pedagógus azt mondja meg, aki csinál ilyet, foglalkozik gyerekek, hogy igazából minden gyerekre ráférne, vagy ezért, vagy azért. Szerintem is. Én pontosan nem is úgy válogattuk, vagy válogattam a gyerekeket, hogy a tehetség, tehát nem feltétlenül csak a tehetséggondozás irányába mentem el, hanem olyan gyermek is van ebbe a színjátszó körbe, és akár mindannyiunkra is érvényes, hogy a gátlásokat próbáljuk felszakítani. Nagyon szépen, hát nagyon köszönjük, szépen, és további jó munkácsuk előadás, mert tudjuk, hogy volt is bemutatás, és 400-an látták, úgyhogy itt mondjuk még többen, csak nem a helyszínen. Köszönjük szépen, lányok, köszönjük a meghívást. Attila, amit pedig egy picit visszatekintünk, méghozzá, hát de meglehetősen.